Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé július 15-én. Ezek az égi kapuk a maja kalendáriumból vannak, és ez azt jelenti, hogy a mi földünk a Plejádok fele mutat. Ez egy finom energiai mező. A Plejádok az Atlasz Istennek a lányai, a központi nap Alkioné. Ez olyan, mint a mesében a holle anyu. Tehát egy ilyen napon, amikor kinyílik egy égi kapu, holle anyóval vagyunk összeköttetésben. De visszatérve erre a maja naptárra, mert ezt ők is így látták, ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Mi most az 5. hullámban vagyunk, és az eltart július 17-ig. E fölött, az 5. hullám fölött Ben uralkodik. Ben azt jelenti, mint egy ilyen égi vándorló. Összeköti a földet az égi hatalommal. Ezen a napon, tehát július 15-én, amikor kinyílik egy ilyen égi kapu, ezen a napon Akbál uralkodik, és lefordítva éjszakát jelent. De azt is, hogy ez alatt az idő alatt egy ilyen átmeneti időszak van. Ez nem olyan, mint volt, de még nem látjuk a jövőt. Viszont felkészülhetünk a jövőre. Mivel Akbál az éjszakát jelenti, ez mutatja az álmainkat, de a belsőnket is. És pontosan így készüljünk fel arra, hogy mit várunk el a jövőtől. Kell, hogy legyen egy elképzelés, vagy legyenek céljaink. Tehát ezen a napon, így július 15-én fontos, hogy olyan dolgokat is megnézzünk, amit átéltünk a múltban, és elgondolkozzunk azon, hogy mitől kellene elbúcsúzni. De egyúttal készüljünk fel a jövőre, legyenek tervek, és akceptáljuk azt, hogy ez most egy átmeneti időszak, és itt változások lesznek. Hogy milyen változások, hogy jó irányba forduljanak a dolgok, ez, amire mi most felkészülhetünk, és éreznünk kell a belső erőnket. És ez volt ez a felvétel, de hozzá kell tennem, hogy nem csak a mai napon nyílik egy égi kapu, hanem most 10 napon keresztül. Az július 13-án kezdődött, és eltart július 22-ig. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!